A kilakoltatások és a végrehajtási eljárások leállítására szólítottak fel az ellenzéki pártok azután, hogy határozatképtelen lett az országgyűlés e témában összehívott rendkívüli ülése. A kormánypártok szerint kampányrendezvényt tartott az ellenzék, kapcsoljuk Fó Nagy János, Nemzeti Vagyonért Felelős Államtitkárt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Államtitkár úr, már korábban ugye számos intézkedést hozott a kormány a devizahitelesek megsegítésére. Ezeknek bármelyikét az ellenzék megszavazta? Ö, egyetlen egyet sem szavazott meg, holott mindegyik alapjaiba segített a több mint 600 ezer bajba jutott devizahiteles család egy-egy kisebb vagy nagyobb csoportját. Azért jelenleg is nyitva áll a lehetőség azok számára, akik felajánlották ingatlanjaikat a nemzeti eszközkezelőnek, azért ugye, hogy vissza lehessen vásárolni ezt. Május végéig lehet megtenni. Hányan jelezték eddig, hogy élnének a lehetőséggel? Az eszközkezelő ő elegettéve a kormány azon szándékának, hogy visszajutatja otthonát azoknak a devizahitelek miatt bajba jutott családoknak, akiknek lakását a bankoktól az eszközkezelő kivásárolta, 32.500 felhívást küldött ki, ebből a tegnapi napig visszaérkezett mintegy 26 000. A 26 000 visszaérkezett nyilatkozatnak a 80 a, az egyösszegű visszavásárlásról szól a 20 a a részletvásárlás mellett döntött az érintettek mintegy 70 a és továbbra is bérlő szeretne maradni a 10%-a ezeknek a ingatlanok használóinak. Ez azt jelenti, hogy ugye hátra van még durván két hét május végéig, hogy a 32.500 érintett család nagy része, túlnyomó része válaszolt felhívásra, és a visszaérkezett válaszoknak a 80% -a, a egyösszegű vagy részletbe történő visszavásárlás mellett döntött, erről szól. Ugye, ha már itt a részletvásárlásnál tartunk, a visszavásárláshoz tartozik egy hitelkonstrukció is, viszont hát mivel itt bedölt devizahitelekről van szó, hát azért legtöbb esetben a hitelfelvevők egyben bárlistások is, ők is visszavásárolhatják az ingatlanokat? A erre figyelemmel döntött úgy a, 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 az országgyűlés, illetve a kormány, hogy a, nem csak az eredeti jogosul, tehát az eredeti tulajdonos vagy bérlő vásárolhatja vissza az ingatlant, hanem közvetlen hozzátartozója is. Tehát házastársa, gyermeke, édesapja, akik nem tartoznak a bárlistások közé. Egyébként a részletfizetés nél a, részletfizetésnél a Jelenlegi bérleti díjat vettük alapul, ez átlagosan 11.600 forint, és éppen erre az alacsony összegre tekintettel 30 éves futamidőt rendeltünk mellé. Tehát a részletfizetés is rendkívül kedvezményes, és nagyon bízunk abban, hogy külön hitelkos, hitelfelvétele nélkül is teljesíthető. Akik nem kívántak, vagy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, az ő sorsuk mi leszük, maradhatnak az ingatlanjaikban? a, ö, igen, az eddigi visszaérkezett válaszoknak mintegy 10%-a nyilatkozik erről. Ezek az eddigi bérleti díj mellett továbbra is bérlőként használhatják az ingatlanukat. Fóna János, Nemzeti Vagyonért Felelős Államtitkárnak nagyon szépen köszönjük.